Köszöntöm nézőinket, a képviselő is csak ember, ugye van még néhány prominens személy, akivel adósak vagyunk, köztük Fodor Miklós is. Üdvözöllek Miklós itt a műsorban. Azt hiszem, hogy te régóta azon közéleti személyiségek közé tartozol, akik meghatározzák ennek a városnak az irányultságát. Régóta mozogsz ebben a közegben, és hát mint oly sok esetben elmondom itt, hogy mi látjuk a közélet szereplőit, sőt nap mint nap kapcsolatban vagyunk velük, de sok mindent nem tudunk róluk, nem tudjuk, hogy mit szeretnek a magánéletben, hogyan kapcsolódnak ki, vagy egyáltalán, hogy milyen gyerekkoruk volt. Azt tudom rólad, hogy Szekszárdon születtél, és gondolom, mint oly sokan ebben a gyönyörű kis városban, te is kellemes élményeket hozol ebből az időszakból. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, és valóban én is ember vagyok, és minden egyes televíziós szereplés előtt egy picit izgulok és egy picit szorítok, bár a televízió jó voltából már kellőképpen rutint szereztem. Egyébként sokat gondolkodtam azon, hogy ennek a meghívásnak eleget tegyek-e vagy ne. Na miért? Talán azért, mert mint ahogy a felvezető szövegben is hallhattuk, itt születtem, itt éltem, az életemet nyitott könyvként éltem, hiszen a rendszerváltás előtt is azért eléggé aktív közéletet éltem, sportoltam, zenéltem, nagyon sok mindenbe belekaptam, próbáltam a saját utamat keresni, majd a rendszerváltás engem is, mint oly sok szekszárdit megérintett, és akkor vállaltam egy közéleti szerepet, és azt követően még jobban a lakók és az itt élők előtt, mint egy nyitott könyvét éltem, és azt gondolom, hogy sokan ismernek, és nem gondolom azt, hogy sokan kíváncsiak azokra az érzésekre, ami talán egy képviselőt egy kicsit emberi közelségbe tud hozni. Pedig hidd el, igen, a műsor visszajelzése alapján bizony ez érdekli a nézőket. Én azt gondolom, hogy egy közéleti szereplőtől elsősorban a produktumot várják, azt, hogy lakható és élhető legyen Szekszárd, ezt várják és joggal várják el, és talán ezért járulnak az urnákhoz, bár az elég nagy szomorúsággal tölt el, hogy egyre szerényebb mértékben élnek a demokrácia adta jogaikkal. Én azt nagyon sajnálom, hogy évről évre, vagy azt mondanám talán, hogy ciklusról ciklusra egyre kevesebben teszik ezt, és azt gondolom, hogy egyre többen csalódtak nem csak az országos politikában, hanem a helyi demokráciában. Én szeretném azt hinni, hogy bennem a többség még mind a mai napig nem csalódott. Hát biztos, hogy így van, de nem válaszoltál a kérdésre. Az a bizonyos gyerekkor rossz gyerek voltál-e a szülők elmondása alapján, hiszen sokan mondják, hogy jaj, arra már nem is emlékszem, milyen volt a kis Miklós. Itt a városi televíziótól mondjuk 50 méterre lakott a Dózsa-György utca elején, 6 éves koráig, itt születtem egyébként Szekszárdon, egy nevezetes napon, 1956. március 10-én, mikor is az ominózus jeges árvíz volt, és elvitte Bogyiszlót is, és nagy port kavart föl, és valóban elég égető tűz voltam. Ráéreztem, pedig nem beszéltük. És a szüleim viccesen azt szokták mondani, ha nagyon rossz voltam, hogy hát édes fiam, téged valószínűleg nem a gólya hozott, hanem a jeges árvíz. Ezt csak a vicc kedvéért mondtam, és a teljesség igénye nélkül talán, hogy oldjuk ezt a kis feszültséget, ami bennem, mint ahogy mondtam, minden egyes televíziós szereplés során megvan. Az akkori Szekszárd egy kis pici álmos város volt, de számomra a világ közepe, hiszen az akkori Béla tér, akkor tényleg azt mondom, hogy nekem a világ közepe volt, hiszen itt történt minden, itt volt a piac, itt a Béla téren volt még egy iskola, mellette egy salakos grund, ahol általában iskola után, aztán tavaszi, nyári szünetben itt lógtunk kint. Akik itt laktunk ebben a térben, nagyon kedves emlékem fűz osztálytársaimhoz, Farkas Lacihoz, aki ma bíró Szekszárdon, Esz Nagy Tibihez, Bicó Ernőhöz, akivel egyházban laktunk, ma Decs polgármestere, ő is vagy akár Hemmer Lacihoz, aki szintén itt a Dózsa-György utca elején lakott, vagy Mélink Ferihez, aki a Bezerédi utcában lakott.
itt lógtunk, és vártuk, hogy valaki jöjjön egy focilabdával, akkor az egy borzasztó nagy értéket képviselt, hiszen hogyha valaki egy focilabdával jött, akkor ő állította össze, hogy ki kivel lehet, és általában ő is határozta meg a szabályokat, hogy most lehet büntetőt rúgni, vagy nem, vagy háromszöglet lesz a 11-es, meg ehhez hasonló dolgokat. Egyébként a várkert is számunkra egy bűvös kis milliót adott, hiszen ott játszottunk. Egy tehát csodálatos kisváros van emlékeimben. És egy tartalmas gyermekkor, én nagyon mondhatom azt. Nagyon tartalmas gyermekkor, igen, mert akkor emberi léptékű volt, és általában az emberek ismerték egymást. Arra gondoljunk, hogy akkor még nem volt televízió, és az emberek beszélgettek egymással, összejártak. És nem az anyagi javak hajhászása volt a legfőbb cél, hanem az emberi kapcsolatok mélysége és annak megteremtésének igénye. Nagyon szívesen emlékszem még vissza a régi korzóra, a sörkertre, annak udvarán, arra a vadászkastélyra, aminek hétfőn lesz az átadása a gemenci vadrezervátumban. Tehát ezek mind-mind egy fiatal kisrác életének meghatározó elemei, és azok a kapcsolatok, amik a gyermekkorban gyökereznek. Miklós, a gimnázium évek ugyanígy Szekszárdhoz kötnek téged? Az általános iskola és a középiskola is. Általános iskolába, a Babics iskolába jártam, ahova a megépülte óta mindig jár fodor gyerek, vagy fodor unoka. Egyébként édesanyám az indító tantestületbe került be, és az induló évfolyamban már a nővérem járt, mert két testvérem van, és 4, illetve 8 év körkülönbség van közöttünk. Emiatt, amikor a nővérem felső tagozatba ment, én akkor kerültem az első osztályba, majd amikor én végeztem a Babisba, az öcsém akkor került oda. És érdekes az is, hogy amikor az öcsém befejezte az általános iskolát, a Babics iskolába, akkor a nővérem legidősebb lánya kezdte ott. Egyébként most az öcsémnek a kisebbik és a nagyobbik fia jár a Babics iskolába, ahova nagyon kellemes élmények fűznek, hiszen akkor nem Babics iskolának hívták ezt, hanem ez volt az új iskola. Tehát a köznyelv ezt új iskolának hívta, és akkor ez egy nagyon modern, nagyon korszerű iskola volt. Egyébként nagyon zsúfolt volt, hiszen az én korosztályom az volt az utolsó nagy létszámú korosztály, és ebből adódóan én kétszer fél évet délután jártam általános iskolába. Ez ma szinte elképzelhetetlen. Vagy például az is elképzelhetetlen a ma ismert csoportbontások tükrében, hogy én sem általános iskolába, sem középiskolába nem jártam úgy, hogy 40-nél kisebb osztálylétszámmal. De ebből adódóan a gyermekkorból nagyon sok barátom van, hiszen sokan jártunk egy-egy évfolyamra, akkor a Babisban 4 évfolyam volt, aki délelőtt járt, és ha jól emlékszem, ketten mindig délután jártak, tehát nagyon-nagyon sokan voltunk. A középiskola után merre vetted az irányt, a nagybetűs élet, hát a pályaválasztás mit hozott számodra? Egy érdekes momentumról azért hadd beszéljek, hiszen az én generációm az a lázadó ifjúság volt, és szomszédunkban lakott egy nagyon híres zenetanárnő, akinek nálam is égetőbb rostcsont fiai voltak, kicsit idősebbek, és ők akkor már a Beatles számokat és egyebeket rádióról levették, és gyakorolták. Ez akkor, amikor a Beatles, Rolling Stones, szóval ezek a meghatározó első ilyen zenekarok, vagy a Nashville Teens, ezek jöttek, és ők játszottak. Persze, hát ez nekem rettenetesen tetszett, és abból adódóan, hogy zeneiskolába jártam 4 évig zongorázni, illetve 2 évig klasszikus gitározni. Adi nénihez jártam zongorázni. Nagyon szerettem a zenét, máig nagyon szeretem, bár nem gyakorlom, nem űzöm ezt, csak hallgatom. Elkezdtem zenélni. Na most, ez akkor bizonyos külsőségekkel is együtt járt. Ezt mondhatom a gimnáziumban. Nagyon komoly konfliktus helyzeteket jelentett,
hiszen akkor talán katonai kifejezéssel úgy lehetne élni, vagy illetni ezt, hogy olyan 65 mintájú frizurának kellett lenni, hogyha valaki középiskolába járt. Én egyébként még elsőbe sapkába, tehát én egyen sapkába kellett, hogy járjak. Persze, hát ezt nagyon nem akartuk, nagyon nem szerettük. Ebből adódóan én másodikban úgy döntöttem, hogy hát akkor én nappalin nem tovább a gimnáziumban. Nagyon sok konfliktus helyzetem volt. Egyfajta más életvitelt éltem, ami akkor ezt a talán szabad nem, életstílus igen, nem nagyon tolerálták. Nem nagyon. Akkor úgy gondoltam, hogy a nagy életbe megyek, és tán szakmát tanulok. Akkor egy szerencsés szituáció volt, mert többen voltunk így a megyében, és akkor volt egy hiány szakma, ez az épületgépész hiány szakma, ami az azt megelőző évben még érettségihez volt kötve. Én erre jelentkeztem, ez akkor egy 3 éves szak volt. Ott kiderült az, hogy én ezt nagyon szeretem, érdekel ez a dolog, viszont hosszú távon ezt én nem gondolom csinálni. Emiatt egy év nappali után visszairatkoztam estin, illetve levelező tagozaton a Garai Gimnáziumba, és párhuzamosan, mivel kitűnő voltam, ezért párhuzamosan engedélyezték, talán a megyében én voltam az első, akinek engedélyezték, hogy párhuzamosan két iskolába járjon, az egyiket nappalin, a másikat pedig estin végezze. Ebből adódóan egy napon érettségiztem és szakmunkás vizsgáztam. Így az eredeti osztályomhoz képest tulajdonképp egy évet késtem, de egy nagyon jó szakmát és egy nagyon jó tapasztalatot szereztem, hiszen szakmai gyakorlatra az akkor a megye legjobb cégéhez, legjobb állami cégéhez kerültem, többet magammal. Tehát jöttek a dolgos hétköznapok. Igen, ez a Tolna megyei állami építőipari vállalat volt, ami akkor egy több mint 3000 fős, igazi, jól szervezett cég volt, ami tulajdonképpen egy nagyon jó iskola is volt egyben. Nagyon sok olyan személy volt, akire feltekintettem, mind a mai napig nagyon nagy hálával és megbecsüléssel tudok rájuk gondolni. Sajnos sokan már elmentek közülünk. Nagyon szívesen emlékszem vissza Tarjáni Lajos első igazgatómra, aki vagy talán Dékány Károlyra, a Tolna megye állami építőipari vállalat első gazdasági igazgatójára, talán a megye első közgazdász doktora is volt egyben Károly, vagy Krenóci Lászlóra, aki a műszaki vonalat testesítette meg a Tolna megyei állami építőipari vállalat életébe, hiszen ez a cég, ez egy borzasztó jól szervezett cég volt, amely képes volt egy adott évben 1000 lakás, ez szinte hihetetlen ma, amikor egy évben Szekszárdon mondjuk 100 használatba vételi engedélyt nem ad ki a polgármesteri hivatal, szinte hihetetlen ez az évi 1000 lakás, ami benne volt a tájévben, és emellett még egyéb beruházások, művelődési házak, iskolák, óvodák, kölyálszékházak és egyebek, ehhez egy nagyon jól szervezett cégre volt szükség. Ott tulajdonképpen én végigjártam a szamárlétrát, úgyhogy dolgoztam, a munka mellett mindig tanultam, hiszen 16 évem köt a Tolna megyei állami építőipari vállalathoz. Első időben a gépészeti vonalon dolgoztam, ott nagyon-nagyon jó közösségbe kerültem. Bárci Őrs volt az első főnököm, aki sajnos ma már nincs közöttünk, de együtt dolgoztam a célgép jelenlegi tulajdonosával, ügyvezetőjével, Csuprik Lacival, és nagyon-nagyon sokakkal, akik Szekszárd életének ma is meghatározó személyei. De akkor az volt a gyakorlat, hogy a fiatal érettségizett műszakiak azok különböző területekre kerülnek, fél évet, egy évet egy-egy adott területen eltöltenek, majd pár év ilyen, hogy úgy mondjam, sétapapíros ottani munka után egy életpálya modellt vázolnak előtte, és hogyha az találkozik az elképzelésével, akkor azon az igazi úton el tud valaki indulni.
Én ezt követően, neked ez az út mi volt? Igen, ezt követően én a lakatos üzembe kerültem, ott egy teljesen más területtel ismerkedtem meg, nagyon szívesen gondolok vissza, ott Grosz Géza volt a főnököm, Tóth Lajosra, Tóth Bélára, és nagyon sokakkal, hiszen ott persze, több mint 200-an dolgoztunk együtt. És pár év ilyen ottani munka után egy váratlan szituáció volt, hivatott az igazgató úr, illetve a gazdasági igazgató. Mikor megijed az ember? Hát megijedtem, persze, hát akkor a Tolnamegyei Államépítőipari Vállalat központi irodaházában a kókuszszőnyeg volt, meg egyéb, tehát az akkor egy nagyon jól prosperáló cég volt, és hivattak, és a lendő főnököm is ott volt már, Tornyos Istvánnak hívják, és azt vázolták számomra, hogy mivel a karakterem is olyan, jó a beszédképességem, jó a fellépésem, több területen már ismert vagyok a cégnél, elég átfogó ismereteim vannak a cégről, ezért azt gondolják, hogy a tájév anyagellátásának csapatát lenne a legcélszerűbb, hogyha erősíteném. Ez úgy gondolom, hogy találkozott az én elképzelésemmel, hiszen valóban én azt gondolom, hogy azok, akik erre figyeltek, azok jól éreztek rá arra, hogy a habitusom, meg egyéb az valahogy ebbe az irányba kell, hogy vigyen. És elindultam egy nagyon szép életpálya modellen. Először, mint anyaggazdálkodási előadó, majd csoportvezető, ezt követően elmentem katonának, az nagyon-nagyon meghatározó időszak volt az életemben. Jó apám, aki az egészségügynek Tolnamegyében egy meghatározó személyisége volt aktív korában, őt próbáltam kapacitálni, hiszen akkor is, mint talán most mindenki próbált kibújni a katonaság alól, és édesapám azt mondta, hogy édesfiam, én leszolgáltam az elmúlt időben, tehát a háborúban, illetve a háborút követően is a katonai időmet rád pedig igazán rád fér, úgyhogy oda visznek, ahova gondolják. Ennek folyamányaként én egy első lépcsős harci alakulathoz kerültem, amitől egyébként minden Tolnamegyei rettenetesen rettegett, egy olyan helységbe kerültem, ahol nagyon-nagyon kemény kiképzés alá vetettek bennünket. Hol volt ez helyileg? Marcaliban. Marcaliban. És egy speciális kiképzést kaptam, egy alapozó speciális kiképzést, majd ezt követően elvezényeltek térképésziskolába, hiszen térképész tiszthelyettes lettem az akkori magyar néphadseregben. De nagyon színes volt a katonaidőm, hiszen akkor ezeket az első lépcsős harci alakulatokat, és főleg a mi alakulatunkat vitték az akkori varsói szerződés szinte minden hadgyakorlatára, úgyhogy az én katonai időm az abból állt, hogy hadgyakorlatra készültünk, majd ott voltunk, majd hazamentünk, visszaállítottuk az eredeti állapotot, és szakszolgálati áganként értékelték a gyakorlatot, és többé-kevésbé ilyenkor jutalomszabadságra haza tudtam jönni. Egyébként nagyon sokan törekedtek, hogy maradjak bent, mert azt gondolom, hogy úgy gondolták, hogy jó katona voltam. Én azt gondolom, hogy ha valakit szólítanak, akkor tisztességgel és becsülettel kell ezt végigcsinálni. Háromszoros kiváló katonaként szereltem a hazaszolgálatáért bronzfokozattal. Nagyon érdekes időszak volt. Szóval akkor nem is volt ez olyan nagy nem, probléma, én, hogy én hálás vagyok egyébként édesapámnak, hogy ilyen határozott és kemény volt, hiszen ott talán még jobban megtanultam, hogy a közösségben mit kell tennem, mennyire kell a többiekre figyelnem, mennyire csapatban kell gondolkodnom, hiszen mindig a leggyengébb láncem határozza meg egy egységnek vagy egy csoportnak a teljesítményét, hiszen azt mérik a leggyengébbet, és ezért a leggyengébbet mindig segíteni kell, föl kell zárkóztatni, hogy az egész közösségnek vagy annak a csoportnak az eredménye az jobb legyen, hatékony működése legyen, és így tovább, és így tovább. Miklós, fogy természetesen az időnk, mint mindig, igen, ugye itt sem tudjuk megállítani az órát,
Én azt kérdezném, hogy ettől az úttól, tehát amikor már azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen szakmailag végigjárod a létrát, és csúcsra kerülsz, ha szabad így mondani, közben megedsz, férfivá edsz, teljes értékű férfivá, ezt persze idézőjelben mondom, a katonaság, utána milyen utak vezetnek odáig, hogy ugye amikor már itt a rendszerváltás, vagy az előtti idők jönnek, akkor már bizony a közéletben is bekapcsolódsz, és ott válasz szerepeket. Akkor nem ilyen részletesen, talán nagyobb léptékekben. Akkor sok minden mondanám. Történt, ezek szerint még ebben az időben. Valóban. Sok-sok mindenben hűséges típus vagyok. Egyébként ez a munkámra abszolút igaz. Katonaság után visszakerültem a tájévhez, és ott tovább jártam a szamárlétrát. Végül is én azt gondolom, hogy a szakmai csúcsot a Tolnamegyei Állami Építőknél akkor értem el, amikor anyagáruforgalmi főosztályvezető lettem. Hozzám tartozott az anyaggazdálkodás, raktárgazdálkodás, és ez egy hatalmas cég, ahol tulajdonképpen akkora stábot vezettem, hogy 72 személy volt, aki között felett a közvetlen munkáltatói jogot gyakoroltam, de és ez még a hőskorban volt. Emellett egyébként, hogy ez volt a fő profilja a tevékenységemnek, még 4 házépítőkboltját működtetett a mi főosztályunk, és egy ilyen szimulált leányvállalati formában működött. Akkor már közelgett a változásnak a szele, és az igazság az, hogy akkor engem is megérintett egy kicsit ez, hogy más területen próbáljam ki magam, és akkor kaptam egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas felkérést. Az ország első privát tőkéből alapított egyik cége engem kikért innét, amelynek az egyik központja a Szekszárdon volt, vagy talán mondhatnám azt, hogy a fő központja a Szekszárdon, és akkor izgalmas volt a számítástechnika, és ennek a cégnek a fő profilja az a számítástechnikai szoftverfejlesztés volt. Nagyon sok banknak, pénzintézetnek ez a cég készítette a szoftverfejlesztését, és általában abban az időben az úgy volt, hogy aki a szoftvert fejlesztette, az a hardvert is telepítette, majd nagyon hosszú ideig üzemeltette ezt, és segédanyagokkal ellátta. És én azt gondoltam, hogy ez szakmailag nekem hatalmas kihívás. Egyébként a második profilja ennek a cégnek a turizmus volt. Szekszárdon is 2 utazási irodát működtetett, meg az ország minden egyes megyeszékhelyén működtetett egy utazási irodát, a nagyobb megyékben többet is. És ez nagyon izgalmas volt számomra, akkor már közelgett egy picit a rendszerváltás, nyitottabbakká váltak a határok, és nagyon érdekes volt az, hogy utazhattam Párizsba szakmai kiállításra, mondjuk a Szikop 90-en voltam ami Párizsba, azt megelőzően elképzelhetetlen volt, vagy például turisztikai világkiállításra tudtam menni, és akkor ennek a kihívásnak próbáltam megfelelni. Több évig, mint kereskedelmi igazgatója működtem ennek a cégnek. Itt akkor egy picit mondanám, hogy ekkor már a közéletbe belekeveredtem, hiszen jöttek azok a 89-es, 90-es évek. Én egyébként előtte egyáltalán nem politizáltam, sőt, pártnak sem voltam tagja. Ez akkor egy nagyon érdekes unikumnak számított a Tolnamegyei Állami Építőknél, hogy mondjuk lehetséges úgy valaki, mondjuk osztályvezető, vagy főosztályvezető a megye legnagyobb állami cégénél, hogy nem pártag. Én nem voltam pártag, jelentem, és nem voltam semmi nem üldöztetésnek kitéve. Én azt gondolom, hogy a szakmai produktumom alapján ítélt meg az akkori Tolnamegyei Állami Építők vezetése, és nem bántottak, hagytak nyugodtan dolgozni. Érdekes volt az, hogy általában idősebb kollégákkal dolgoztam együtt, de mindig meg tudtuk találni azt a közös hangot. Nos, tulajdonképpen én az egész önkormányzati dologba úgy kerültem bele, hogy barátaim, szekszárdi barátaim kerestek, hogy próbáld meg Miklós, mindenki ismer, soha nem konfrontálódtál,
közismertek a szüleid, ha lehetette, mindenkin segítettél. Hiszen akkor hatalmas kislakás, tanyaépítés volt, és akkor még nem ilyen kínálati piac volt, mint ma, hogy valaki a lakásán számtalan szórólapot talál, vagy prospektusokat, hogy ezt vegye, azt vegye, hanem akkor bizony nagyon nehéz volt ezeket megszerezni. És hozzám aki csak fordult, hogy nehézségei vannak az építkezés során, akár anyagban, akár kisgépben, akár emelőgépben, bármiben, akkor én általában ezeken segíteni szoktam. Tehát akkor már innen jött, mondhatni. Igen, baráti unszolásra. És az az igazság, hogy már a jelölések is úgy elkezdődtek, és akkor úgy néztem a neveket, és akkor mondtam igent. Az az igazság, hogy azt gondoltam egyrészt, hogy nem lesznek változások, hogyha sokan azok közül bekerülnek, és akkor én is vállaltam a megmérettetést, és hát nagy öröm volt számomra, nagy meglepetés is egyben, hogy rögtön megválasztottak egyéni választókerületben, amit mind a mai napig gyakorlatilag a körzetemben így történt. Miklós, tehát mondhatni azt, hogy megtaláltad az utadat a politikán belül, és tényleg az időnk már szinte teljesen véges. Én egyetlen egy dolgot szeretnék még megkérdezni, amiről azért szót kell ejteni, hogy mind a mellett a magánélet. Tehát az ember azért egy kemény pályát választ a politikai szerepkörrel. Tudjuk, hogy nem ez a nyugodt szintér. Hogy alakult mind eközben az életed másik oldala, a magánélet, amikor nem közszerepelsz, hanem a családodnak élsz, csak röviden. A magánéletem az nagyon szépen alakult és alakul. Két csodálatos gyermekem van. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy kettő ilyen aranyos gyermekem van. Nagyon jól tanulnak. A nagyobbik lányom 21 éves, ő Pécsett közgazdász hallgató. A kisebbik lányom a Garaiba jár. Ragyogó képességei vannak őnek is, nagyon szépen rajzol, és szépek a tanulmányi eredményei, és nagyon jó társam van az életben, aki nagyon-nagyon sokat segít nekem, ugyanakkor kritikusan fogalmaz irányomban, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Miklós, mondtad, hogy hű vagy az életben mindenhez. A munkádhoz szeretsz mindent maximálisan csinálni, a politikai hűség is megmutatkozott már. Lehet azt mondani, hogy ez egy olyan irányú hűség, ami most már az egész életedet elkíséri? Talán én nem is politikai hűségről, hanem közéleti hűségről beszélnék, hűség, mert én azt gondolom, hogy a politikai hűséget én mindig úgy értettem önmagamban, hiszen mindmáig egyébként párton kívüli vagyok, természetesen a képviselő csoportot, akikkel elkezdtem annak idején a közéleti szereplést, ez az SZDSZ képviselő csoportja, mindmáig hű vagyok, és én úgy gondolom ezt a politikai szereplést, hogy ez nem politikai, hanem, ha úgy tetszik, várospolitikai szereplést, hiszen én sohasem, igen, szexárdért, egy várospolitikához tartozó, vagy oda kötődő hűségnek. A tenni akarás tulajdonképpen az vezényelt, és ezért vállaltam azokat a kihívásokat, amik kicsit sok esetben idegenek voltak, de próbáltam azokat az ismeretanyagokat felszedni, összeszedni, ami alapján és amit követően tán a sokrétű ismeretanyagomból és a szexárdi gyökerekből adódóan tán elég hatékonnyá tudtam tenni. Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg, várom önöket a legközelebb is, viszontlátásra.